Minden halat megillet a kíméletes bánásmód, de a nagytestű pontyok fokozott odafigyelést igényelnek annak érdekében, hogy sértetlenül ússzák meg a kifogásukat. Ebben az epizódban azt szeretném nektek megmutatni, hogyan lehet elviselhetőbbé tenni ezeknek a halaknak a számára a parton töltött időt, valamint azt, hogy hogyan lehet metodtechnikával kifejezetten nagytestű halakra horgászni. Tartsatok velem ebben az epizódban is, ha szeretnétek az eddigieknél nagyobb pontyokat is fényképezőgép elé tartani. Nagy halat rövid idő alatt csak ott lehet fogni, ahol viszonylag sok van. Manapság már minden régióban található több olyan horgászvíz is, ahová kifejezetten nagyobb testű halakat telepítenek annak érdekében, hogy az is megtalálja ott a számítását, akinek csak néhány órája van horgászni. Jelen pillanatban a Préri tórendszer Stéges taván horgászom, ahol nagy számban élnek nagy testű pontyok és viszonylag könnyen meghorgászható víz. Természetesen a metodtechnikának is van kifejezetten nagy halas változata, ennek végszereléke azonban nem nagyon tér el az eddig bemutatottakétól. Vannak azért apró különbségek, az egyik leglátványosabb ezek közül, hogy ennél a módszernél érdemes egy kicsit nagyobb méretű etetőkosarat használni. Azért, mert nagyobb méretű csalit egy nagyobb gombócban könnyebb bejutatni, másrészt pedig az egyszerre bejutatott nagyobb mennyiségű csalogatóanyag előnyös lehet. A rendelkezésre álló Biodomat Team Feeder Powerfighter 360-as Heavy és Extra Heavy botokhoz a Hadrado dart kosarak közül az XL-es méretből a 45 és az 55 g-os változatot ajánlom, ugyanis ezek bevetését még lehetővé teszi a botok dobós súlytartománya, valamint ebbe a méretű metodkosárba azért már fér bőven etetőanyag. Oda csobbant a gombót egészen a nádas tövébe, el is húzta kis idő múlva ez a ponty. Szeretik ezek a nagy testű halak a Micromethod Feed Pellet Brutalivert. Miközben összebogozta a cuccomat. Átmegyek a másik oldalára. Szóval ebből egy nagy gombóc oda beérkezik, akkor biztosak lehetünk benne, hogy felkelti a halak érdeklődését. Szép tőpont.
A metacsuli keretein belül eddig bemutatott kicsi és közepes méretű horgok nem feltétlenül alkalmasak kifejezetten nagy testű halak horgászatához. Ehhez már inkább erősebb, vastagabb húsú és nagyobb horgot célszerű választani. Jelen pillanatban én most egy Gamakacsu A1 Team Feeder Strong kártípus horgot használok méghozzá 6-os méretben. Ez mind a nagyobb méretű csalikhoz, mind pedig a termetesebb halakhoz jó választás. Nagyhalas metodhorgászatotnál is kardinális kérdés, hogy mi kerüljön az etetőkosárba. Nagy testű halat tulajdonképpen kis szerencsével bármilyen etetőanyaggal lehet fogni, azonban kifejezetten nagy testű pontyok horgászatához a mikropelleteket javaslom. Ezek közül ugye, ami itt látható, a Ready Method pellet és a Fluo Micro Method Fit pelletek közül egy-egy. A Ready Method pelleteket már a Method Suli egy korábbi epizódjában részletesen is bemutattam, erre a vízterületre most a Pisztit hoztam magammal. Ez felhasználásra kész állapotban van a csomagban, csak ki kell önteni egy tálkába, és utána már mehet is a Method kosárba. Míg a Fluo Micro Method Feed pelletek közül személyes kedvencemet, a Brutál Livert hoztam el. Nagyon sok nagy testű halat tudtam már ezzel lépre csalni. Mindössze egy deci vizet kell hozzátenni, összerázni, és utána használatra kész. A mikropelleteknek a jelentősége nem csak akkor fontos, amikor olyan vízterületen horgászunk, ahol sok a zavaró apró hal, hanem egyébként is a nagy testű pontyok általánosságban szívesebben fogyasztják a nagy szemcsés, darabosabb falatokat, mint a púderfinom etetőanyagokat. A Method Suli korábbi részeiben bemutatott csalik alkalmasak arra, hogy nagy halat fogjunk velük, azonban kifejezetten céltudatos nagyhalas horgászatokhoz én preferálom a Fluo oldódó lebegő és az oldódó lebegő pelleteket. Ezek közül ezt a hármat szoktam magammal hordani, ami nem más, mint a fokhagymás hal, a tüzes ponty és az édes ananász. Ezek közül ma torony magasan az édes ananász teljesített legjobban, és szerep jutott még a tornádó wafterek közül a mangónak is, ami szintén egy kiváló nagy halas csali. Nagyon fontos, hogy a csali és a horog összhangban legyen. Ugye a Fluo oldódó lebegő és az oldódó lebegő pelletekben 12 és 16 mm-es szemek vannak. Az a horoghoz, amivel én ma itt horgászom, ami egy 6-os méretű Gamakacsu Team Feeder Strong Carp horog, a kisebb méretű passzol, így azok kerültek fel a csalitüskére. Apropó csalitüske. Ugye amikor megkötöttük annó az első csalitüskés horogelőkénket, ahhoz 10 mm-es csalitüskét használtunk, ezeknek a csalitnak a felhelyezésére is alkalmas ez a 10 mm-es csalitüske, ugyanis nagyon stabilan megfogja ezeket, és nem nehezíti el. Azonban azt tudomásul kell venni, hogy ez lebegő csali. A lebegő csalikról annyit érdemes tudni, hogy képesek akár az egész horogelőkét megemelni, ha túl nagy a felhajtóerejük a horgunkhoz képest. Éppen ezért ezt minden esetben egy vödör vízben vagy egy tálban ellenőrizni kell, hogy lesüljed-e és hogy milyen pozíciót vesz fel a fenéken. Vagy erősen mennének be ezek a halak a túloldal bozótjába.
Az most már kifordult onnan. Ez az. Próbálom úgy navigálni, hogy a másik zsinór alá kerüljön be, ha keresztbe úszik. Mert onnan könnyebb visszahúzni. Természetesen egy falevél már zsinórra rá gabajodott. Nagy halak fárasztásánál is ragaszkodom ahhoz, hogy egy perce sem szabad hagyni, hogy a hal diktáljon. Át kell venni a kezdeményezést mielőbb, és határozottan húzni a halat, határozottan fárasztani, mert az, ha egy fárasztás elhúzódik, az sem a horgásznak nem jó, sem a halnak. Ugyanis minél tovább vergődik a ponty, annál jobban kitágulhat a seb, és plusz sérülést okoz. Bátran tartsunk rá, hogyha más merre akar menni a hal, mint azt mi gondoljuk, az erős horog az nem fog engedni. A felszerelésünk pedig össze van hangolva, amit a Metósuli előző epizódjaiban már együtt összeraktunk, az fogja bírni, úgyhogy nincs gyenge pont. Megyere! Ez az! Még az előző haltó matrac az vizes. A fertőtlenítőt. A nagytestű halak szakszerű partra emelése nagyban befolyásolja azt, hogy ezek a nemes ellenfelek ébőre megúszszák-e a kalandot, vagy sem. A kínálatban nagyon sok olyan halbarát kiegészítő kapható, amelyek alkalmasak erre a feladatra. Én most azokat szeretném bemutatni, amelyeket jó magam is nagy megelégedéssel használok. Kezdjük mindjárt az elején a merítőnyéllel. Többféle hosszúságú áll rendelkezésre, azonban azt tudni kell, hogy mikor, melyik host érdemes választani. Ez több tényező is befolyásolja. Elsősorban az, hogy egyedül vagyunk-e a vízparton, vagy van, aki segít meríteni, vagy éppen az, hogy milyen hosszú bottal horgászunk, valamint az is fontos szempont, hogy milyenek a körülmények, vízszínén ülünk, vagy esetleg le kell nyúlni egy meredek rézsűn, ahhoz, hogy meg tudjuk meríteni a halat. Amit ide tettem, az egy 440-es és egy 330-as Mastercard Pro merítőnyél. A 440-eset akkor célszerű választani, hogyha 420-as vagy 390-es bottal horgászunk, vagy hogyha nagyon mélyre kell nyúlni a halért. A 330-as az egy gyakrabban használt méret, ez a 360-as, illetve a rövidebb botokhoz ideális, és akkor, amikor a vízszínén ülünk, és könnyen el lehet érni vele a halat. Ami ott legelő van, az pedig egy úgynevezett boilis merítőnyél, ennek a típusa Power Carp Handle, ez 2 méter 40 centi hosszúságú, akkor praktikus, hogyha van, aki segít nekünk a merítésben, valamint akkor, amikor kifejezetten nagyméretű merítőhálókat kell mozgatni, mert ennek az erőssége, merevsége lehetővé teszi ezeknek az úgymond nehezebb fejeknek is a mozgatását. A merítőnyelek után térjünk rá a merítőfejekre. Mindjárt az első, amit szeretnék megmutatni, az egy újdonság a palettán, ami jelen pillanatban a Biodome Teamfeeder kollekció legjobb merítőfeje. Ez a Method King névre hallgat, ami épp itt a kezemben van, az egy XL-es méretű, ovális formájú típus, van egyébként ez szögletesben is. Ennek a hálója szilikonnal van bevonva, tehát abszolút nem bántja a halnak a nyálkarétegét. A keret mentén itt belül lebegő szivacs található, aminek köszönhetően könnyű mozgatni, így akár egyedül is megbirkózhatunk a feladattal. Ami további pozitívuma, hogy található itt rajta egy ilyen fogó, ami megkönnyíti akár a termetes halak kiemelését is a vízből, ugyanis gyakori hiba, hogy merítés után megpróbálják a kezdő pecások merítőnyellel kiemelni a halat a vízből, ez még akkor is a merítőnyel töréséhez vezethet, ha egészen a tövébe fogjuk meg, ugyanis egész egyszerűen nem erre találták ki. Érdemes a halat odahúzni a part közvetlen közelébe, és megfogni itt ezt a fogantyút, és ennek segítségével már könnyebben ki lehet emelni a halat. A következő típus az egy ilyen nagyobb méretű
ovális fej. Ez rendkívül könnyű anyagból készült, hogy akár egyedül is megbirkózhassunk vele. Ezt már akkor célszerű használni, hogyha tényleg kapitális halakra horgászunk. Valamint ami itt van, ez a jumbo méret, ez már a boilis kategóriába tartozik. Ezt ugye nyilván a boilis merítő nyélhez ajánlom. Van a kínálatban egy ilyen lebegő szivacs, amely azt a célt szolgálja, hogy akár az ilyen nagyméretű merítő fejeket is viszonylag könnyedén lehessen mozgatni a víz tetején. Ez kellően nagy mélységgel is rendelkezik, praktikus akkor például, amikor nagyon nagy testű pontyokra, valamint amurokra horgászunk, amelyek gyakorta ugye kiugranak a merítőhálóból. A hátralévő eszközök közül kezdjük a sort a pontymatracok bemutatásával. Ugye a pontymatrac használatát a hazai vizek többségén már kötelezővé tették, hozzáteszem teljes joggal. Ennek az eszköznek a jelentősége az, hogy a kifogott halat ne kelljen letenni a kavicsokra, a porba, a koszba, hanem egy puha felületen tudjuk a horogszabadítást, illetve a fényképezés folyamatát elvégezni. Így sérül a legkevésbé a hal. Az a modell, amit én előszeretettel használok, az a Bidomet Teamfeeder merefalú pontymatrac. Ez pont ugyanazt tudja, amit az összes többi pontymatrac, viszont ezen van egy olyan méretskála, amely segítségével könnyen meg tudjuk határozni a halunknak a méretét. Ez a matrac ráadásul így összehajtható, és alkalmas arra, hogy a kifogott halat visszavigyük vele a vízhez, és biztonságosan visszaengedhessük. Megtalálható a Bidomet Teamfeeder kínálatban egy ettől lényegesen egyszerű pontymatrac, amely Teamfeeder K-ponymatrac névre hallgat, ez is méret skálával van ellátva. Ennek legnagyobb előnye, hogy kis helyen elfér, ugyanis összehajtható, viszont ennek használattakor vigyázni kell arra, hogy a hal nehogy leugorjon róla, ugyanis ennek nincs oldalfala. Szuper! Nagyon praktikus, hogy a Mastercard Pro nyeleknél le lehet szedni ezt az utolsó pár centit. Ilyenkor a nyelet félre lehet tenni, és csak ezt kell megragadni és vinni a matracra alatt. Nagyon fontos, hogy az összes halvédelmi eszközünk semmit sem ér, ha azok szárazak. Az első és legfontosabb halvédelmi eszköz horgászatok során az a víz. Jó, be kell nedvesíteni a matracot, mielőtt rátesszük a halat. Így. Na gyere, babám! Jó. Itt a szájában a vastag húsú horog. Jól látni, hogy ugyan ejtett sebet, de nem szakadt tovább az a seb, és nem okozott nagyobb sérülést, mint ami muszáj. Ezt gyorsan kikasztom belőle, és lefertőtlenítem a sebet. Na gyere, gyere, gyere! Oké. Okay. A matracon ugye van egy ilyen méretskála, amivel könnyen megmérhetjük a halnak a méreteit. Ugye orrtól faroktőig szokás mérni a pontyot, ez egy 60-61 centis szép tőpontj. De nem is a méret a lényeg, hanem az az öröm, amit a megfogása okoz. Lefertőtlenítem a száját. Megmondom őszintén, pontosan már nem is látom a sebet, amit a horog ütött, úgyhogy így körbe az egész száját körbe macatolom. Így, meg vannak itt rajta ilyen kisebb sebek, azt is érdemes
lekezelni, ártani biztos nem ártunk vele. Aztán engedem is vissza. Így szépen össze lehet fogni a matracot, és viszem vissza a vízbe. Hogyha ilyen kicsit meredekebb a part, vagy be van szakadva, és nem akarunk lemenni a víz színéig, hogy visszaengedjük a halat, mert félünk, hogy belecsúszunk, vagy nem érezzük biztonságosnak, azt akkor így a madrasot szépen rá lehet tenni a vízre. A halat közben éri a víz, és ő szépen, kecsesen el tud úszni. Menjél, babám. Így. Annyit még hozzátennék, hogy a merevfalú ponymatrac nagyon könnyen összecsukható, így aztán a szállítási mérete sem túl nagy, valamint egyszerűen szét is nyitható. Itt oldalt található rajta egy hálós rész, aminek segítségével kifolyik róla a víz, így aztán könnyebben megszárad. Szép komótosan úszik, ez se az aprajából való lesz. Nem mindig az a legnagyobb pont egyébként, ami lehúzza az orsóról az összes zsinót, aztán nem érjük utol. A legtöbb ilyen öreg nagypont szép, lassan, lassú úszással, lassú fejmozdulatokkal, fejrázással próbál menekülni. De ez most reméljük nem fog neki sikerülni. Amíg kivezetjük a víz széléig, a partig a halat, addig nyugodtan lehet a víz színére letett bottal fárasztani, azonban itt kint már érdemes fölfelé emelni, fölfelé kényszeríteni a halat, mert ki tudja, mi van a víz alatt itt benn. Esetleges kövek lehetnek, különböző tereptárgyak, amelyek elvághatják a zsinort. És ez nagyon bosszant, amikor a fárasztás utolsó fázisában megy el a hal. Ez a 330-as Mastercard Pro nyíl bőven elegendő a 360-as bothoz, ugyanis elérem azt a távolságot ezzel a hosszúságú nyíllel, ahol felhúzom a halat, és meg tudom meríteni. Sőt, ha olyan a hal, mint ez, hogy inkább kijön a partra, mint hogy elúszson, úgy még könnyebb. Jó erőben vannak a prérító halai. Ez az. Ez benne van. Nem tudott kiugrani. Pedig próbálkozik derekasan, de nem, onnan nincs kijárat. Ez sose fárad el ez a hal. Egy. Nagyon szép ez a ponty. Ó, hát gyönyörű szép vagy. Egy ilyen halnak a kifogása már önmagában is öröm. De akkor még nagyobb, amikor az embernek az egyéni rekordjáról van szó. Szerencsére esetemben ez azért messze áll tőle. Viszont sokan vannak, akik szeretik megmérni a halat. Nem javaslom azt, hogy minden halat mérjetek meg, de hogyha az egyéni rekordról van szó, akkor mindenképpen érdemes megmérni. Meg is mutatom, hogyan lehet ezt a legegyszerűbben elvégezni. A halat először is becsomagolom, mert sose fölöslegesen a nap. A halak méréséhez különböző mérlegeket lehet beszerezni. Ez egy Haldorado digitális mérleg, amely 40 kilóig mér. A hal mérése nagyon egyszerű folyamat. Van a matracon két fülecske, ebbe bele kell akasztani a mérlegnek a kampóját. Érdemes felhúzni az oldalfalat, hogy ne tudjon kiugrani, és szépen meg kell ezt emelni. Na most, amit itt a mérleg fog mutatni, az nyilván nem a hal nettó súlya, ugyanis ebben benne van most a matrac súlya is. Azt a hal visszaengedése után le kell mérni a matracot, és levonnia ebből a bruttó súlyból, és meg is kapjuk a halunknak a súlyát. Ez az egyszerűbb eljárás, azonban vannak akkor a halak, amelyek ebben már nem férnek bele. Erre is van megoldás, csak előtte adok egy kis vizet a halnak. Ez nagyon fontos, hogy nehogy bármi baja legyen. Így
Vannak külön erre a célra kapható mérlegelő zsákok, ilyen cipzáros. Első lépés, hogy ezt be kell láztatni, hogy vizes legyen. Így. Majd annak érdekében, hogy később ne kelljen levonni ennek a súlyát, rá kell akasztani ezt a mérlegre. Szépen. Így. Ez leméri a mérlegelőnek a súlyát, rá kell nyomni a leméri, becsippan, rá kell nyomni a taregombra, és lenullázódik. Következő, hogy ebbe a záványba a halat beletesszük. Gyere szépen. Így. Most megemelem vissza a matracra. A cipzárokat fel kell húzni. Jó. Nehogy kiugorjon. Majd beleakasztani ennek a fülébe a mérleget. És ugye itt benne van a letárázott mérlegelő súlya. Be kell nyomni az ongombot, és leméri a hal nettó súlyát, ami az esetben 6 kg 30 deka körülbelül, pontosan 6300. Na, mindjárt becsippan. 6275 gram. Lefertőtlenítem a száját, és mehet is vissza. Ha már úgyis mértük a halat, akkor legegyszerűbb a halmérő zsákkal idehozni, és szépen azzal együtt visszatenni a vízbe. Nagyon fontos, hogy addig egy halat sem szabad elengedni, míg nem tér magához, vagy esetleg rosszabb esetben a hasát mutatja, de az nem fog elúszni, így szépen újra megtalálja az egyensúlyt, lenyomom a hálót a víz alá, és a hal tudja a dolgát, elúszik. Na menjél te! Úgy, menjél szépen! Ezt az egész zsákot két merevítő rúd tartja egyben, és amint láthattátok, amikor a halat az előbb mérlegeltem, van itt oldalt cipzár, amit fel lehet húzni. Ugye én csak idáig húztam fel az előbb, de ezt egészen fel lehet húzni így, idáig, valamint a másik oldalon, ugyanígy. Egészen be van cipzározva, továbbá itt található rajta a tetején ez a kapocs, amit hogyha összecsatolok, akkor garantáltan biztos lesz az, hogy nem tud ez szétnyílni és a hal távozni. Ennek az a jelentősége, hogy ha ez így össze van zárva, akkor a pontyot, illetve bármilyen halat, amit beleteszünk, bele lehet helyezni a vízbe, és biztonságosan ott tartani addig, míg a mérlegelő személyzet, vagy éppen aki lefotóz majd minket a hallal, meg nem érkezik. Ez 100%-ig garantálja, hogy a nagytestű halak ébőrrel megússzák a kalandot. A halaknál már képbe került, de azért érdemes még néhány plusz szót ejteni a sebfertőtlenítőről, amely sporthorgásztavakon már olyan kötelező kellék, mint a ponymatrac. A Haldorado Dr. Blue egy antibakteriális gyulladáscsökkentő hatású folyadék, amely elősegíti a horogütötte sebek gyógyulását. Ilyen kis fiolában kapható, amely azért jó néhány ponty lekezelésére alkalmas. Már túl vagyunk a Metocsuli 13. részén, és nagyon bízom benne, hogy már ti is meg tudtátok fogni első nagytestű pontyotokat.
Azonban a fejlődés és a tanulás soha nem állhat meg. Így aztán titeket, a Metocsuli sorozat állandó nézőit kérdezem, hogy hogyan tovább? Mi legyen a következő rész? Arra kérlek tisztelettel titeket, hogy írjátok le, vagy a Facebook oldalamra, vagy nekem e-mailbe, hogy mit szeretnétek még megtanulni, milyen ismeretanyagra van szükség, vagy milyen praktikákat mutassak be legjobb tudásom szerint. Várom leveleiteket, és köszönöm szépen a figyelmet!